Rejtett energiaszankciónak tartja az orosz gázra vonatkozó uniós ársapka tervezetet Szijjártó Péter. A külgazdasági és külügyminiszter ezt azon a rendkívüli uniós találkozó mondta, ahol a tagállamok energiaügyi miniszterei tanácskoztak az európai energiaválságról. Szijjártó Péter szerint, amennyiben az Európai Bizottság ársapka tervezete megvalósulna, az az árak növekedését eredményezné. A Reuters közben úgy tudja, hogy a magyar külügyminiszterrel együtt több másik tagállami miniszter sem támogatja az ársapka ötletét, így véletlenül a bizottság egy új javaslat találhat elő a gáz árának csökkentése érdekében. A gondolat folytatódott, és hogy jól érthető legyen, azért elmondom, hogy Szijjártó Péter ezt úgy értette, hogy ha az orosz földgáz kitiltják az európai piacról, csökken az orosz földgáz mennyisége. Egyébként azért is, mert a Gazprom bejelentett, hogy akkor nem fog szállítani, hogyha ársapka lesz rajta, és így érti, hogy akkor ez nem az ár csökkentéséhez, hanem a növekedéséhez fog jelenteni. Ez a rókafogtócsuka tipikus eset. Kevesebb lesz a gáz. Hát én azt gondolom, nem vagyok közgazdaságilag abszolút felkészült. De el tudom mondani, hogy ez a rókafogtócsuka tipikus esete, mert ha ti rám rakjátok a sapkát, mondja az orosz partner, akkor majd én nem fogok szolgáltatni. Tehát mi volt előbb, ugye? Ő fogja leállítani a szolgáltatást, és akkor az árakat nem lehet befagyasztani. Ezt Gulyás Gergely is elmagyarázta a Kormányinfón, hogy ahhoz, hogy eredményt érjél el, ahhoz meg kell termelned az adott mennyiséget, és miután egyébként megnő a kereslet, ugye ezért gyakorlatilag hiány alakul ki, például úgy, mint a magyar benzinnél és gázolajnál. De ott jó az ársapka. Ott jó az ársapka. Ne zavard meg a nézőinket. Jó, ott szeretjük az ársapkát, és még egy ideig fenn is marad október. Egyig. Egy. Tényleg komikus, hogy ugye az a magyar kormánytag mondja ezt. Egyébként szerintem speciál ebben van igazság, hogy az a fajta ár rögzítés az... Nem biztos, hogy a legjobb megoldás részben, mert nagyon nehéz rögzíteni, hát egy tárgyalásos ügy a oroszokkal. Szóval sok ok miatt ez nem a legjobb ötlet, vannak jobb ötletek is, de ugye nagyon mókás, hogy egy olyan kormánytag mondja, ahol a lakossági gáz és áramra egészen mostanáig egy hatóságjár volt, rezsicsökkentés, ugye ez a politikai neve, és az üzemanyagon még most is az van, hogy kimegyek a kúthoz, és akkor kapok vagy 20 litert, vagy 2 litert, attól függ, hogy melyik kútnál állok meg. Szóval ez mutatja, hogy kifele mást mond, valaki befele mást mond, és aztán azt gondolja, hogy nem ér haza az üzenet, hát az üzenet haza, érde a gáz probléma az ettől. Jó, de akkor beszéljünk az érdemi részéről is a kérdésnek, hogy mert hogy ezt azért az uniós tisztségviselők is elismerik, hogy ez tényleg egy politikai alapú döntés Oroszországgal szemben. És azt mondja Gulyás Gergely, hogy a megoldás az lenne, hogyha holnap megszüntetnék az Oroszországgal szembeni szankciókat, akkor ez egy idézet, vagy legalább ezeknek az energetikai részét, akkor minden feleződne, árak, infláció, minden. Úgy de jól lát előre. Nem, biztos akkor még egy ilyen plecsit kapni magának, ez megfelel az orosz elképzelése. És hagyjuk ezt az egész háborúsdét, kössünk békét a Putyinnal, ad neki a Ukrajna eddig elfogadott szükséges területeket, viszont látást, az ukránok ott rahadjanak meg, ahol vannak, mi meg boldogan élünk, míg meg nem halunk, és egyébként meg nem fagyunk. Ezt ismerjük, ez a Szijjártó nyuszi, ugye van rajta ársapka, vagy nincs rajta ársapka, de az az igazság, hogy az ötlet szerintem se volt jó, de most viszont jön egy érdekesebb helyzet valószínűleg. Ha szankcióba gondolkodtak az oroszok ellen, a 100%-os egyetértést igényel a tanácsban. Ha viszont egy olyan megoldást találnak, ahol ugyan jön a gáz, de mindenütt kontroll alatt tartják az árakat, ebben az esetben minősített többség elegendő, akkor már hiába tiltakozik Magyarország, akkor is meghozhatja az Európai Unió, és most ebbe az irányba ment el a tanácskozás, mert az kétség lehet, hogy az oroszoknak azt mondja, hogy mi 100-ért vesszük, akkor ha India azt mondja, jó, akkor én 105-öt fizetek érte, akkor ők elvihetik. De nem olyan egyszerű ez a dolog, mert az oroszoknak meg vagy eladja a gázt, a csövön elviszi valahova, vagy el kell égetnie, bezárni, nem tudja a csapot. Jó, de azt a szempontot ne felejtsük, hogy nekünk is kell az orosz gáz. De és ugye egyre többen mondják, hogy Holoda Attila most már minden nap ezt mondja, hogy nem a mostani tél a nehéz, hanem a következő, mert most előre mindenki jól betárolt, és most Magyarország ilyen szempontból jól áll. Azt is mondja, hogy mennyiség van, csak
csak megbírjuk-e fizetni, mert nagyon drága. De a gázon kicsit túllépve, mert mondjuk Európáról kell beszélnünk, és fogunk is beszélni, ha a magyar kormány nem vétózgat lényegtelen ügyekben, akkor a súlya jelentőset. Akkor ebben az ügyben például azt mondja, hogy én nekem ez a konstrukció nem tetszik közgazdasági alapból, és akkor a többiek azt gondolják, hogy tényleg azt gondolja, hogy közgazdasági okok miatt nem tetszik, és nem azért, mert Putyin ülepébe lóg. Viszont miután ez a híre terjedt el, ezért most már keresik azt a megoldást, ami kikerüli Magyarországot, akár nemzetközi adózásban, akár például ebben a gázkonstrukcióban, és néha baj lesz belőle, hogy minket kikerülnek, mert néha mondhat okosat is egy magyar kormánytag. Ne, ugye ezt azért ne zárjuk ki, ugye ezt ne zárjuk ki, ezt a lehetőséget. Ne zárjuk ki ezt a példa nélkül álló. Klasszikusan ezekben a szavazásokban még sose vétózott a magyar kormány, tehát ugye mindig megszavazta ezeket a szankciókat. Hát, ugye azért volt olyan, ahol lebegtette, bemutatta. Bizonyos nemzetközi egyezményeket egyedül nem szavazott meg Magyarország, valamilyen afrikai vonatkozás. Ortodox egyház püspökök. Kirill nevű dohánykereskedő nem volt szavazás. Külföldön tartott vagyonának a befogyasztását. Ezért, mert megmondta, hogy akkor nem szavazza meg az egész. Én tudom, csak azt mondom, hogy nem került sor arra. Az oligarcha érveket most is elővettük, még egyszer tárgyalunk ezekről a kérdésekről. Na jó, és akkor ebből mi következik? Tehát, hogyha lesz egy ilyen megállapodás, és Magyarország kívül marad, az a mi helyzetünket, az orosz gáz az most már azért nagyon érdekes dolog, mert tulajdonképpen nyugat-európai fél év alatt kiszerelte az orosz gázt, alapvetően a Nyugat-Európa, Kelet-Közép-Európa nem. Viszont ránk nem vonatkozik ez a fajta tiltás. Tehát igazából a probléma kisebb, mert hogy az oroszok nem tudják eladni a gázt máshova, elégetik most fáklyaként ég. Át lehet pumpálni Kínába, az meg is épül előbb-utóbb egy vezeték, hát Mongóliába 24-be kezdik azt a szakaszt építeni, azért itt sok víz le fog folyni majd, remélem, hogy folyik víz, mert ugye a víz a következő probléma. Az a következő probléma. A mi életünkben, a mezőgazdasági áraknál például azt most átugrottuk, hogy azok úgy drágultak meg a 40%-kal a mezőgazdasági termelőjárak, nem a folyos termelőjár, hogy abban még nem volt benne ez a mostani energiaár növekedésnek jelentős része. Na, visszatérve ide, tehát elvested már a gondolatmenetbe, úgyhogy de folytatjuk, mert hogy ugye még akartunk beszélni az uniós forrásokról is, és akkor most ez jön majd, hogy Navracsics Tibor hol tart a tárgyalásokban, és az újonnan létrejövő korrupcióellenes hatóság Magyarországon, az vajon mit és kikkel fog csinálni. Reklám után megint jövünk vissza.